Egyelőre fennakadások nélkül rendben zajlik a szavazás az Amerikai Egyesült Államokban. Ma reggelig már több mint 42 millióan leadták a voksukat levélben vagy személyesen. A felmérések szerint még legalább kétszer ennyi választót várnak az urnákhoz. Már a kora reggeli nyitás előtt sorban álltak a választók a szavazóhelyiségeknél, az Ohio-i Clevelandben. Ez a 36 állam egyike, ahol nem csak képviselőket, hanem szenátort és kormányzót is választanak, és ahol igencsak szoros verseny ígérkezik. Az amerikai kongresszus alsóházi képviselőinek mandátuma két évre szól. Így a 435 fős testület az elnökválasztással egy időben, illetve az elnöki ciklus felénél is megújul. A szenátorokat 6 évre választják, de nem egy időben. A mostani szavazáson 35 felsőházi mandátum keres új gazdát. A szavazás lebonyolítását megfigyelők hada ellenőrzi. Számos helyen, például Texas államban már a voksolás előtti hetekben terjedtek az állítólagos csalásról szóló hírek a közösségi oldalakon. Az is előfordult, hogy fegyveresek próbálták megfélemlíteni a választási bizottság tagjait. Így az igazságügyi minisztérium 24 államba küldött megfigyelőket. A partvonalról ellenőrzik, hogyan zajlik a szavazás, és azonnal jelzik nekünk, ha rendellenességet észlelnek. Azt is figyelik, mit csinálnak a korteskedők a szavazóhelyiségtől előírt távolságon belül, sorolta a Harris megyei választási bizottság egyik tagja. Ezúttal több mint 42 millióan éltek a korai szavazás lehetőségével. Ezt levélben vagy akár személyesen is megtehették, attól függően, hogy melyik államban élnek. Őslakos és afrikai-amerikai felmenőim vannak, akiknek keményen kellett küzdeniük azért, hogy szavazati jogot kapjanak. Ezt nem fogom eltékozolni. Így ha arról kell szavazással dönteni, hogy ki a legjobb csapos a környéken, én akkor is élek a jogommal, mondta egy pittsburghi nő. Joe Biden amerikai elnök is már több mint egy hete leadta voksát Wilmingtonban, ahol a család birtoka van. Egyik unokájával érkezett, aki a nagyjából 8 millió első szavazó egyike. Az elnöki hivatal közleménye szerint Joe Biden a választás napját a Fehérházban tölti, miután országszerte kampányolt a demokrata jelöltek mellett. Olyan mérföldkőhöz érkeztünk, amellyel csak ritkán szembesülünk. Tisztában vagyunk azzal, hogy a demokráciánk veszélyben van, és most kell megvédenünk, megőriznünk és egyértelműen kiállnunk mellette, fogalmazott az elnök körútja utolsó állomásán Marylandben. A republikánus jelölteket a volt elnök Donald Trump próbálta győzelemre segíteni. Ennek érdekében még táncra is perdült hétfő este az Ohio-i Daytonban, ahol közölte, november 15-én nagy bejelentést tesz. Vélhetően arról, hogy két év múlva ismét versenybe száll az elnöki székért. Ez az az év, amikor visszavesszük a képviselőházat, visszavesszük a szenátust és visszavesszük Amerikát. És ami a legfontosabb, 2024-ben visszaszerezzük a csodálatos fehérházunkat, jelentette ki Donald Trump, aki kedden Floridában adta le szavazatát. Az urnákat először a keleti parton zárják le, közép-európai idő szerint éjfélkor. A választás végeredményére azonban néhány napot biztosan várni kell majd, mert időbe telik, amíg a levélben leadott szavazatokat is összesítik.